A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola idén ünnepli fennállásának 50. születésnapját. Egy jeles évforduló tiszteletére az intézmény tanárai és diákjai minden hónapban különböző programokkal várják a látogatókat, hogy bemutassák iskolájukban végzett tevékenységeik sokszínűségét. A részletekről Balogh Lázárral beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban Balogh Lázárt, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettesét. Köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Idén ünnepli az intézmény fennállásának 50. születésnapját. Mivel készülnek az iskola diákjai, tanárai erre a nagyon szép kerek évfordulóra? Ez az 50. évforduló talán ez annyira jelentős, hogy az egész évet ennek szenteljük. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen jubileumi év lesz. De azért kezdeném a legfontosabbal, hogy ennek az egész jubileumi 50 éves rendezvény sorozatnak, ami tehát nagyon sokféle rendezvényünk lesz az egész tanévben, lesz egy nyitánya, egy megnyitó hangverseny, és ez szeptember 19-én egy szerdai napon lesz, este 6 órakor a Gózon Gyula Kamara Színházban. Azért is a színházra esett a választásunk, azzal együtt, hogy jó kapcsolatot ápolunk a színházzal, régebben sok koncertje volt ott a zenekarnak, akik most is a fellépők lesznek, a tanári szimfonikus zenekar, tehát a Concerto Filharmonia zenekar, mert ez a nyitó koncert, ez azzal együtt, hogy az 50 évnek a nyitánya, kötődik Rákos Ligethez is, mert ez egy jótékonysági koncert is lesz. Mint jótékonysági koncert részét képezi egyébként a Rákos Liget 119, tehát a Rákos Liget 119. születésnapját ünneplő esemény sorozatba is betagozódik ez a hangverseny. És nagy örömünk, hogy zajlanak a felújítási munkálatai a Liget sor 45 alatti iskolaépületnek, és hát a támogatói belépők, illetve hát egyéb adakozási lehetőségek is vannak, amiket köszönettel veszünk. Tehát ez a jótékonysági koncert ennek az iskolaépületnek a felújításának a javára fordítódnak. És rengeteg zenei program lesz ugye minden hónapban, majdnem minden héten, néhányat, ha ki lehet ezek közül emelni. Igen. Talán inkább onnan fognám meg, hogy csoportosítanám, különböző kategóriákban lesznek ezek a rendezvények. Hát a legnagyobb szabású az majd tavasszal lesz a Bartók napok. A Bartók Művészeti Iskolának minden évben a nagy rendezvénye, a Bartók születésnapjához kapcsolódóan. Ez most március legvégén lesz, szerdától szombatig. Ott lesz egy nagy gálakoncert, ahol azt tervezzük, hogy az iskolának az összes együttese fel fog lépni, és hát ehhez kapcsolódóan még lesz előadás is az iskola 50 évére. Zenekari koncert és még sok más rendezvény, tehát ez még márciusban lesz, de idén ősszel és télen is már sok mindennel készülünk. Lesznek szerzői estek, ez ritkaság, ilyet nem nagyon csináltunk még az iskolába, pedig sok komoly zeneszerző tanít nálunk az iskolában, akik nem csak nagyszerű tanárok, nem csak nagyszerű előadó művészek, hanem komponálnak is, és akik most nálunk tanítanak, vagy régebben nálunk tanítottak. Próbálom időrendben összeszedni, hogy fogják ezek a szerzői estek követni egymást. Például hallhatnak kompozíciókat Erszabó Istvántól, Bújtás Józseftől, Deli Csabától, Décsi Magdolnától, Gyarmati Károlytól, és hát lesznek jazzkoncertjeink is, ahol szintén Gyárfás István, mint például zeneszerző is meg fogja magát mutatni. Remélem, senkit nem felejtettem ki. Ha mégis kifelejtenék valakit, vagy egyáltalán most ez alatt az interjú alatt kifelejtenék valamit, az iskolánk honlapján és hát plakátokon és szóló anyagokon is megpróbálunk mindenkit elérni a kerületben ezekkel az információkkal. Esetleg vendégelőadók lesznek-e, kiknek a bevonásával zajlanak ezek a színes programok? Igen, hát visszatekintve az 50 évre rengetegen tanultak is nálunk, akik azóta koncertező komoly művészek lettek, és nem csak zenei téren egyébként, hanem a képzőművészeti vagy a táncművészeti vonalon is, mert hát ugye ez egy összművészeti iskola, amire például nagyon büszkék vagyunk, hogy Brejkovnyi Losovi Beáta, a képzőművészeti tanszakunk vezetője, megkereste egy volt növendékét, és ő alakított ki egy egész arculatot ennek a
a rendezvény sorozatnak, úgyhogy remélem majd a kerület lakosságának is elnyeri a tetszését. Szerintem ilyen gyönyörű plakátjaink, meg műsorfüzető még sosem volt, mindig igyekszünk szépeket csinálni, de ezek különösen szépek lettek, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. És hát természetesen volt zenész növendékeinket hívtuk meg, sok volt művész növendékünk, illetve hát és volt tanárainkat is meghívtuk, úgyhogy hát csak a teljesség igénye nélkül mindenféle műfajból, például Bonnyai Apolka zongoraművész fog jönni hozzánk, Kartenekker Zsolt, aki tanított nálunk régen, ő egy fantasztikus jazz zongorista, ő és aki egyébként itt sok szállal kötődik ehhez a kerülethez, hiszen az édesanyja volt a zeneiskolának az igazgatója sokáig. Tehát ő is tart egy jazz zongora estet nálunk. Lesz egy olyan koncertünk majd tavasszal, ahol fúvósokat hívunk, például operaházi művész már, aki most jönni fog hozzánk. Ezek lesznek azok a hangversenyek végül is, amik a fő gerincét adják ennek a műsornak. Lesznek külön jazz koncertek is. Jó kapcsolatban vagyunk nagyon a Vigyázó Sándor Művészeti Házzal is, ott elég sok rendezvényünk lesz szokás szerint, de egy különlegesség, hogy ott ugye régóta működik ez a nagyszerű jazzklub sorozat, a Jazzpresso, és aminek Gyárfás István most a szerkesztője, vezetője az utóbbi időben, aki tanít nálunk az iskolában, úgyhogy lesz egy ilyen kooperáció is, hogy azok a művészek, akik nálunk tanítottak, vagy tanítanak, vagy kapcsolatban vannak az iskolával, januárban lesz egy olyan Jazzpresso, aminek a műsorának ezt fogja adni a gerincét. Vendégünk lesz Kolman Gábor, a Jazzmania Big Band-del, ő is ugye nálunk tanított régen. Úgyhogy ez a jazzes vonal is nagyon erős lesz, és hát természetesen, hogy ki ne felejtsem, a legnagyobb szabású show műsort, ugye május végén majd a 17 Big Band, ott nagyszerű vendégek lesznek, például Gajdos Attila, aki azóta hát nagy karriert futott be, ő is a mi iskolámban kezdett, ő is fog énekelni egy-két számot, Szendi, Anna, Nánási Tibor. Úgyhogy tehát ez még májusban lesz, erről majd még biztos fogunk beszélni. Rengeteg felkészülési idővel jár ez az egész rendezvénysorozat, gondolom. A diákok hogyan lelkesednek, mennyire izgatottak? Igen, hát biztos vagyok benne, hogy már nagyon várják ezeket a különleges koncerteket. Az összes együttes nagyon készül már. Például, ami most egy közeli programpont, rögtön a nyitókoncert után következik, október 1-e a Zenevilágnapja. És szeretnénk hagyományt teremteni, bár most az 50 év apropóján merült ez fel, de aztán szeretnénk hagyományt teremteni azzal, hogy minden iskolában egy kis mini koncertet adunk. Azok a diákok, akik amúgy is ott tanulnak abban az iskolában, hiszen a zeneiskola, vagyis hát a művészeti iskola tanárai, általában a zenész tanárok, szinte az összes általános iskolában jelen vannak, és ott tanítunk hangszeres órákat, ott egy-egy ilyen kis mini koncertet adnak a nagy szünetben. És aztán ugyanezen a napon, tehát október 1-én pedig délután ki fogunk vonulni a kerületnek a tereire, és ott az iskolának gyakorlatilag az összes együttese, a kis fúvós kamara együttesektől kezdve egészen a vonósokig, a Piccolino fúvós zenekar, ott még lehet, hogy táncosok is lesznek. Tehát a Zene Világ napján így délután ellepjük a 17. kerületnek a tereit, és hát ott fogunk kis rövid koncerteket adni. Reméljük a diákok is hasonlóan lelkesek maradnak az év végéig is, mert ugye azért ez elég hosszú programsorozatnak ígérkezik. Kik elsősorban a célközönség? Hát ugye nagyon sokféle program van, és azt hiszem mindenki találhat olyan rendezvényt, hangversenyt, ahol kedvére valót találhat. Nyilván elsősorban azok fognak eljönni, akik valamilyen módon kötődnek a mi iskolánkhoz, de hát szeretném, ha olyanok is ellátogatnának a rendezvényeinkre, a hangversenyeinkre, akik esetleg most a nagyobb hírverés folyamán talán most hallanak rólunk először. Lesznek tehát mindenféle együtteseinknek a koncertjei, lesznek zenekari koncertek, megtartjuk természetesen azokat a hagyományos koncertjeinket is, amik eddig is voltak minden évben, de hát nyilván ezek most is egy külön ünnepi felhangot fognak kapni az évforduló kapcsán. Például a karácsonyi koncertje a Concerto Fiaromonia zenekarnak, vagy a Piccolino és az ifjúsági fúvó zenekarnak a szokásos februári farsangi hangversenye, vagy évvégén majd a képzőművészeknek a vizsga kiállítása. Lesz a balettosainknak is külön egy, most nem csak az évvégi nagy balett előadás lesz, hanem lesz egy külön balett est is április 6-án egyébként.
Mert hát valahogy pont úgy jönnek ki ezek az évfordulók, hogy 50 éves az iskola, és 20 évesek a társművészeti tanszakok, tehát ők is kerek évfordulót ünnepelnek. Aztán hát ugye hagyományosan jó együttműködésünk van a Rotunda énekegyüttessel, meg a Rotunda kórus alapítvánnyal, és hát most a velük együttműködésben megvalósuló hangversenyek is ebbe az 50 éves program sorozatba bekerülnek. Például Halottak napjához és Minden Szentekhez kapcsolódóan október 26-án Madárdonban a Szent Pál templomban Foré requiemjét fogjuk így ebben az együttműködésben előadni, májusban pedig majd Mozart koronázási miséjét. Itt együttműködünk majd a Liszt Ferenc vegyeskarral is, akik pedig 30 évesek idén, tehát hogy ez valami különleges együttállás a csillagoknak, hogy ennyi kerek évforduló van. És ugye említette, hogy egyrészt ezek jótékonysági koncertek lesznek. A belépőket mikor és hol vásárolhatják meg az érteklődők a programok előtt? Igen, hát ezzel kapcsolatban majd a zeneiskolában lehet bővebb tájékoztatást kapni, de hasonlóan a nyitó hangversenyhez is egyfajta támogatói hozzájárulással lehet látogatni ezeket a hangversenyeket, vagy legalábbis hát ez a kérésünk, és alapvetően most mindent arra fókuszálunk, hogy minél előbb birtokba vehessük a ligetsori épületünket, úgyhogy hát most ami forrás csak megmozdítható, az oda csoportosul. Kívánok ezekhez a tervekhez és a rendezvénysorozathoz is nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. Ezzel véget ért mai adásunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újabb témákkal jelentkezünk itt a Kaleidoszkópban. Tartsanak velünk akkor is. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!